Sziasztok! Ebben a videóban megnézzük, hogy milyen helyzetben vagy, mi az, ami leginkább foglalkoztat, és utána pedig megnézzük azt, hogy mivel tudunk oldani, segíteni ezen a helyzeten. Na, nézzük! A botok ásza és a kelyhek lovagja jött ki. A botok ászát pont elvileg tegnap elemeztem. Úgyhogy igazából ez a, ami a botokászánál van, az egy konkrét személyre fog vonatkozni, úgyhogy azt az előző videót nézzétek meg, és vonjátok ki belőle a következtetéseket, és most akkor csak a kelyhek lovagját nézzük meg, hogy az mit hoz. Tehát a botokász az új lehetőségeket, valami olyan változást jelent, ami cselekedtetésre ösztönöz minket, úgyhogy nézzétek meg ezt a videót, az előzőt egészen konkrétan, sőt be is fogom linkelni szerintem a leírásban, hogy ide mi vonatkozik. Most igazából a kelyhek lovagjával foglalkozunk, ami többnyire egy fizikai személy, és egész jól be lehet lőni, hogy itt most valószínűleg szerelemről van szó, kivéve, ha tényleg nagyon-nagyon más terület érdekel, akkor érdemes ezt átfordítani rá, de én most úgy érzem, hogy a legerősebb és a legdominánsabb kollektív válasz az, hogy valamilyen szerelem, egy szerető férfi, mert a romantika igényünket erősíti fel ez a lehetőség. Szóval a kelyhek lovagja valószínűleg egy olyan tulajdonságokat fog mondani, amilyen vagy. Tehát, hogy világos vagy közepes árnyalatú bőre van, vagy világos barna haja van, kék vagy világos barna szeme, ez lehet a külsőség. Csillagjegyében, hát itt a rák, skorpió, halak, de itt a szerelem jegyében, tehát a Vénusz és a Hold, ahol áll, nem feltétlenül a születési képlete. Tehát, hogy ahogy a szerelemben funkcionál, azt mutatja meg például a holdjegy. Illetve a személyisége az érzelmes és kreatív egyéniség, és a kor az valószínűleg egy fiatal férfi, tehát a 40-45 éves korban szokott lenni ez a fordulópont, amikor már felnőtt férfinek titulálja mindenképpen, legalábbis a kártya jelölőlapja. Ez a személy, akit a lovagok jelentenek, az általában szélsőségesen megszállottan valamivel foglalkozó személyek, akik gyakran kiegyensúlyozatlanok, jelezhetnek fanatikusságot, jelezhetnek az adott helyzetben hirtelen bekövetkező változást. Tehát, hogy ez a lovag megtestesíti azt a fajta figyelmet, és ugye egy férfiról van szó, tehát a férfinek azt a működését, hogy csak egy dologra tudok koncentrálni, csak egy dologra tudom oda adni a teljes erőmet, és hogyha a munkáról van szó, akkor a munkára adok 100%-ot, utána onnan visszavonok. Hogyha a kapcsolatról van szó, akkor oda adok 100%-ot, és akkor visszavonulok, hogyha oda megtettem. Tehát, hogy nem tud, vagy nem tanulta meg, hogyan lehet úgy egyensúlyozni itt az egyes területek között, hogy ne ilyen nagyon kockás, ne ilyen nagyon dobozos legyen az elrendezése. Szóval ez egy férfi működés úgy általában, hogy így beskatulja ez a dolgokat, jó, és akkor ott vannak ilyen válaszvonalak, elég éres határok, és azokat nagyon rugalmatlanul tudja csak átlépni, és egyszerre egy dologra tud igen hatékonyan koncentrálni. Ez a lovag, ez alapvetően, főleg ebben a helyzetben egy álmodozó, romantikus alkat, aki a külsőségek és a hangulat hatása alá kerülnek sokszor, tehát ez ugyanúgy fontos számára, mint a belső tulajdonságok. Legalább olyan jól kommunikál, jól bánik a szép szavakkal, jól tud csábítani, mint úgymond a karddal, tehát hogy az élet egyéb területein, és jól boldogul. Ugye itt lovagról van szó, azért használja a kardos hasonlatot. Ez igazából azt jelenti, hogy alapvetően egy nagyon romantikus időszakot élünk, és nagyon vágyunk a romantikára, főleg ezzel a férfivel. Nagyon vonzanak ezek a sejtelmes fények, ezek a hangzatos szerelmi vallomások,
a szépség, az érzékiség, az örömök felfedezése, ami egy nagyon fontos tapasztalatát élvezzük is, de nagyon fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a romantikus ábrándok letérítsenek a választott útunkról, mert úgy fog működni a szerelmi életünk, ahogy egyébként a másik 9 területünkön vagyunk harmóniában, tehát hogyha nagyon eltolódik a szerelem felé a dolog, akkor biztos, hogy nem úgy fog alakulni, ahogy mi szeretnénk. Tehát, hogyha a 9 életterületet nézzük, amiben benne van a munka, az önmegvalósítás, a siker, a pénz, a család, a minden egyebek, akkor meg kell néznünk, hogy egyébként hol tartunk ebben. És annak egy része lesz a párkapcsolat per romantika. És akkor megnézzük, hogy ja, hogyha egyébként minden nagyon alacsonyan van, vagy valamerre eltolódott a dolog, vagy valamit nem látunk, akkor ne várjuk, hogy a kapcsolatunk is jól fog működni, illetve most, mivel ezzel jött ki, lehetőséget kapunk, hogy ezen fordítsunk, cselekedéssel ezt a kapcsolatot, vagy ezzel a férfivel történő kapcsolatunkat még jobbra fordítsuk, vagy még, tehát hogy cselekedésre búzdít minket ezzel a férfivel kapcsolatban. És a másik, hogy csak akkor, tehát az álmodozás az tök jó, de legyen inkább tervezés, mert más dolog a valóra vált álomnak örülni, és más dolog egy elérhetetlen ábrándot kergetni, mert az nem biztos, hogy annyira boldoggá tesz minket. És akkor nézzük, hogy mi az, ami segíteni fog itt nekünk, hogy a megfelelő lépéseket tegyük, és tisztán lássuk a dolgokat. Ez pedig a szolgálatra való összpontosítás, ami nagyon érdekes, mert hogy ugye itt is kijött a lovagnál, hogy az élet a más területeire is fókuszálj, és itt meg egészen konkrétan arra a szolgálatra, arra az életútra hívja fel a figyelmedet, amit vállaltál. Szóval ez nagyon valószínű, hogy aggodalmaskodtál az életed célja miatt, azért kaptad ezt a kártyát, bizonytalannak érezted magad, és azon aggódtál, hogy elő tudsz-e teremteni elegendő pénzt magadnak, és ahelyett, hogy azon aggódnál, hogy mit kapsz, és hogy mások miként reagálnak majd, összpontosíts inkább kizárólag arra, hogy miként szolgálhass. Használd ki a természetes adottságaidat, szenvedélyeidet, az érdeklődési körödet, és segíts másokon a létfontosságú ügyeken segíts, hogy minél előrébb haladjanak, és pusztán a vonzás törvénye révén megkapod majd az összes szükséges támogatást. Tehát ez egészen komolyan egy magasabb spirituális megélésre hív ez a lap. Tehát, hogy itt az anyagi gondjaidat teljesen ad át, ugye, Istennek, angyaloknak, felettesénednek, tehát, hogy engedd meg, hogy a spirituális gondolkodásod, ami sokkal nagyobb léptékben tud gondolkodni, mint a racionális elméd, gondolkodjon helyetted, és légy folyékony a belső útmutatásra, kövesd kétkedés nélkül azokat a dolgokat, amik feljönnek, intuitív módon, és ha idegessé válsz, akkor összpontosíts erre a szolgálatra, hogy igen, én most jó úton haladok, én most megérdemlem itt a bőséget, mert hogy egyébként mindent, amit rám ruháztak, amit úgy éreztem, hogy meg kell tennem, azt megtettem. Úgyhogy igazából ennek a felerősítésére hív fel, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ugye itt szerelemben jött fel, és valószínűleg akkor fog ez a szerelem jól működni, kiegyensúlyozottabbá válni, megoldódni ez a probléma, hogyha egyébként az összpontosított szolgálatot elvégzed. Tehát, hogy ez is egy ilyenfajta cselekvés, értsd meg, hogy a vonzás törvénye alapján a pénzt, azok a jó érzések, az a bőség tudata vonza, nem pedig egy fizikailag megteremtett dolog, még akkor is, hogy a fizikai megnyilvánulása van. Úgyhogy hát sok sikert neked ehhez a gondolat átfordításhoz, és ehhez a cselekedéshez, és mondom, nézd meg nyugodtan a másik videót, mert akkor ezek szerint nagy része ide is vonatkozik, és találkozunk a következő videóban, ha pedig tetszett ez a videó, akkor légy szíves, jelezd valamilyen formában.
Szia, sziasztok!